Milliárdok csorognak a népnyúzó végrehajtókhoz, a Mi Hazánk mozgalom felszámolná az arcátlan gazdagodásukat. A Schadl-Böllner botrány után is virágzik a végrehajtó biznisz Magyarországon, sajnos az egyik legnagyobb korrupciós ügy után, melynek csápja egyenesen ugye a kormányig értek, semmi nem változott gyökeresen a végrehajtási rendszerben, a végrehajtási törvényben. És a botrány óta akár a vádlottak is maguk nagyon nagy bevételre tehetnek szert. Ez nagyon jól mutatja azt, hogy Schadl György és felesége Baranyai Helgának a végrehajtó irodájuk összesen több mint 675 millió forintos bevételre tett szert a beszámolók alapján 2023-ban, ami nagyon is vérlázító, hogy nem elég, hogy a vádlottak padján ülnek, de még emellett is több százmillió forintos éves bevételre is szert tehetnek. Az arcátlan gazdagodásukat pedig nagyon jól bemutatja még a többi végrehajtónak a nemrégiben közzétett friss cégadatok egyaránt, amiből világosan látszik, hogy az összes végrehajtó bevétele meghaladta a 35 milliárd forintot. És íme a legtöbbet kereső végrehajtók top 10-es listája a nettó árbevételük alapján. A bevételük rendszerint itt az első dr. Simon Péter végrehajtóiroda, aki több mint 600 millió forintot keresett 2023-ban, de dr. Petris Csaba, dr. Kovási Szabolcs, Kutas és Ollári végrehajtóiroda is több mint 500 millió forintos bevételre tett szert, és az összes többi első top 10-es végrehajtó is több mint 400 millió forintos bevételt szerzett, illetve több mint 350 milliót, ők pedig a Ádám és Hidegi Molnár végrehajtóiroda, dr. Nagy Henrik végrehajtóirodája, dr. Szabó Balázs végrehajtóirodája, dr. Nótári, dr. Berec és dr. Gulyás végrehajtóirodája, dr. Hausz és társa, és a tizedik pedig a dr. Arel Zsolt végrehajtóirodája. Ugye több mint 200 végrehajtó tevékenykedik ma Magyarországon, és a legtöbbjük bevétele azért több százmillió forintra tehető, azoknál fordul elő kisebb összeg, akik már nem olyan régóta tevékenykednek, ugye fiatal végrehajtóként és nem bejáratott állománnyal rendelkeznek. A Mi Hazánk mozgalom ugye már évek óta súlykolja, és mondja már a korrupciós botrány megjelenése előtt is, hogy igenis gyökeres változás kell a végrehajtási rendszerben. Ugye fel kell számolni azt, hogy profitorientáltként működjenek a végrehajtók ma Magyarországon. Ennek egyetlen módja az, hogy igenis non-profit rendszerré kell alakítani a végrehajtást idehaza, és akár a bíróságokhoz is be kell kötni a végrehajtókat egytől egyig, és ezt az egész rendszert a gyökereinél fogva kell felszámolni. Ugye ennek érdekében a Mi Hazánk mozgalom már többször módosító javaslatot is nyújtott be, hogy újra non-profit legyen a végrehajtás. Ugye 1994 előtt ilyen formában tevékenykedtek a végrehajtók. A Mi Hazánk mozgalom pedig az elkövetkezendő időkben is azért fog harcolni, hogy végre tényleges változás történjen a végrehajtási törvényen belül, aminek következtében ugye végre valahára egy igazságos és emberséges végrehajtást alkotnánk meg.